Szeretett testvéreim, a Római Levél 8. részének 26. és 27. verseit olvasom. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Folytatódik, testvéreim, az örömhír. A nagy öröm, hogy a Szent Lélek bennünk munkálkodik, és a Szentlélek munkájának az egyik nagy ajándéka az, hogy könyörög értünk, hogy tolmács, hogy lefordítja a mi sokszor gyenge imádságunkat, sokszor egysíkú kéréseinket, sokszor meglankadó ima életünket felerősíti, és úgy adja tovább, hogy Isten nyelvére lefordítva, ami sokszor nyögdécselésünket, vagy a gondolatainknak is az egyoldalúságait, a lélek, a Szent Lélek, az úgy tárja oda Isten elé, hogy az neki kedves, hogy azt az egyszerű ima életet, amit folytatsz, testvére, és folytasd, bátorodj meg, hogy imádkozz csak a tieidér, a környezetedér, imádkozz csak a legkisebb dolgokért is, amik szükségesek az életben, de nem csak a kérő imákat, hanem adj hálát azért, ami beteljesedett, és amivel megajándékozott Isten. Dicsőítsd a mennyei atyát a magad egyszerűségében, és újuljon meg újra az ima életed, az ébredésért is, hogy minél többen figyeljenek föl Isten igéjére, és hogy az ige minél többekben kezdje el azt a munkát, amit semmi más nem tud elkezdeni, mert az egy élő mag, ami behull a szívbe, ahogy ezt már megtanultuk, és ott megfogan, és elkezdi a munkáját egyes szívekben, egy-egy gyülekezetben is. Nagyon nagy ígéret ez. Azért is mondtam, hogy a Római Levél 8. fejezete tel is tele van olyan ígéretekkel, olyan ajándékokkal, amit nagyon kevés helyen találunk, így összefoglalva a Bibliában. Mert egyáltalán, hogy Isten szerint tudjunk gondolkodni, ahhoz valóban a Szentlélekre van szükség, aki nekünk is adja azt a bölcsességet, azt a látást, ahogyan látnunk kell. Ugyanakkor közvetít, hogy azt, amit mi nem értünk jól, vagy ahogy kérjük, nem Isten szerinti. Lefordítja, ahogy említettem, és esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. És aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Testvéreim, ez egy nagy biztonság, hogy sokszor ügyefogyott gyermekei az Úrnak. Nem ütött kopott, ezt nem vállaltam, de olyanok, akik, illetve ütött kopottat elvállaltam, a szedetvedettet nem. Isten egyszerű küzdő gyermekei a Szentlélek
menedzselésében, hiszen tudjuk, hogy őt kaptuk vigasztalónak, bátorítónak, védőnek, védő ügyvéd, az a paraklétos szó, amit a Szentlélekre a János evangéliumában olvasunk, visszatérőleg, tehát gyakorlatilag a hívő be van biztosítva, mert amire szüksége van, testben, lélekben, azt Isten szent lelke által megkapja annak a vezetését is. Én sokszor ámulok, hogy még alig, hogy hitben elindult emberek, milyen jól megértik, hogy mit akar Isten az életükkel. És aztán, akik már régóta járunk a hitben, azoknak is a Szentlélek adja, hogy meg ne fásodjon a hitünk, hogy fölüdítsen, hogy fölemeljen, és ott legyen az életünkben, mint Jézus jelenlét. Mert Jézus a Szentlélek által van jelen a mi szívünkben, életünkben, és ezt az övéinek megígérte, hogy kapjuk és kaptuk, és élhetünk ennek ajándékával, bármilyen állapotban vagyunk, fohászkodhatunk, hogy Uram, a te lelked erejével emelj föl, taníts, vezess, irányíts, gyógyíts, hadd legyen valóság az életemben, hogy a Szentlélek a te hullámhosszodra hangolja a szívemet, az életemet, a szolgálatomat. Legyen áldott a te neved érte. Amen.